Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó megint egy vlog lesz, ezúttal viszont ez a könyv heti vlogom lesz, ugyanis ugye június 8 és 11 között van az ünnepi könyvhét itt Budapesten, de amúgy máshol is szerintem, meg amúgy ugye ez a hét a könyvhét. Na, hát most már ugye tavaly is volt hozzá könyvheti vlog, úgyhogy idén is lesz. Viszont idén így, hogy már fönn vagyok Pesten, nem csak a szombati napról lesz vlog, mert nem csak szombaton tervezek kimenni, hanem már valószínűleg csütörtökön is ki fogok rohanni, hogy akkor bevásároljak, és a szombati közös booktuberes találkozóra már ne kelljen könyveket cipelnem magammal nagyon. Csak azokat, amikre majd még rávesznek extrában a többiek, hogy megvegyem. Viszont ma még csak szerda van, viszont azért kezdem ma ezt a vlogot, mert már ma is van két program is, amire megyek, és igazából a könyvhét kapcsán vannak ezek a programok, úgyhogy úgy gondoltam, hogy belefér, hogy beletegyem ebbe a videóba. Az egyik az Fiala Borcsának új könyve kapcsán lesz szervezett a Kolibri kiadó egy ilyen könyvbemutatót, ami ugyanolyan típusú lesz, mint amint tavaly voltam a könyvfesztivál előtt Ecsédi Orsolya, Juli vagyok könyvmoly című könyvéről, hogy azzal volt ez a könyvbemutató. Azt már eleve is akartam, hogy akkor így legalább pont jól jön ki, hogy be tudom venni ebbe a vlogba. Illetve most jön egy óra múlva, szintén így a könyvhét kapcsán lesz egy ilyen olvasás népszerűsítő beszélgetés a Kossuth Rádióban, úgyhogy oda megyek. Úgyhogy remélem nem égetem be a magam élő rádió műsorban, mert ilyen még nem volt. Ez egy kicsit más tészta, mint a Butyú könyvklubos live-ok, úgyhogy izgi napom lesz, úgyhogy ezzel indul ez a vlog, és nem tudom, tehát úgy lesz, hogy ugye így szerdától szombat-vasárnapig fog tartani, tehát hogy ezt a hátralevő napjait a hétnek végig fogom vlogolni terveim szerint, már amikor csinálok valami könyvhéthez kapcsolódó dolgot leginkább. Tehát ez nem olyan lesz, mint az olvasó vlog, hogy ilyen random bevágások, hanem inkább a könyvhéttel kapcsolatos dolgokat akarom bele vlogolni. És szakad az eső, ahogy azt könyvhétkor meg kellett szokni már, úgyhogy nagyon remélem, hogy legalább szombaton lesz annyira jó idő, hogy ne kelljen esergyük alatt kis pingvinesen összeállnunk, hanem jó idő lesz, mert jó idő lesz, na. Én megrendelem a napsütést. Úgyhogy ez lesz ez a mai vlog, és hát akkor vágjunk neki a napnak. Na hát akkor egy második gyors bejelentkezés, mert közben megvolt a rádiós műsor. Arról azt kell tudni, hogyha valakit egyébként érdekel, hogy miről volt szó, amit mit beszélgettünk ott, akkor média klikken vissza lehet keresni, vagy vissza lehet hallgatni, és akkor mi van ma? Június 7-e van, tehát akkor majd a mai június 7-i műsorba kell keresni ezt a napközben szegmensét az adásnak, amúgy tök jó volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy egy ilyen lehetőségem is adódott, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm a rádiónak, hogy fogadtak engem, és akkor ma délután lesz még a Fiala Borcsás könyvbemutató, amire majd megyünk Esztivel. És akkor most így kicsit vlogosabb formában is lesznek róla felvételek. Holnap reggel meg oda fogok állítani könyvhétre a standokhoz, és megveszem, amit akarok, meg átnézem a szépséghibás példányokat, mert azok szoktak lenni, és ugye mindig csak szombaton megyek, ugye eddig voltam kétszer, szóval eddig mindig szombaton mentem. És azért szombatra úgy elfogyogatnak a dolgok, úgyhogy most oda fogok állítani nyitásra, és reméljük, hogy nem fog szakadni éppen az eső. Oké, szóval megvolt tegnap a Fiala Borcsás könyvbemutató a Lepkebábról, egyébként annyira nagyon szép ez a könyv, és kaptunk mellé gyertyát is, amiben van egy ilyen kis
Van benne egy ilyen kis viaszpillangó, amitől egyébként megijedtem, mikor először kibontottam, mert úgy hirtelen kitűnt a többiből, és úgy hirtelen, nem tudom, megijedtem tőle, nem tudom miért. Nagyon izgi volt a könyv bemutató, meg nagyon jó volt a hangulata, úgyhogy most nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre. Az ellopott kívánságot akartam elkezdeni következőnek, szintén Andi ajánlás, és az kéne a Csak mi ketten mellé még, hogy meg tudjam csinálni róluk a külön videót, de annyira gyorsan olvashatónak tűnik ez a könyv, és most nagyon érdekel. Úgyhogy lehet ezt fogom következőnek kezdeni, és akkor az benne lesz ebben a vlogban. De ma már csütörtök van, ami azt jelenti, hogy ma már nyitva vannak a könyvheti standok, tehát miután ebédelek, a következő napi rendi pont az lesz, hogy akkor fogom magam, és kivándorlok a Vörösmarty térre, és megveszem azokat a könyveket, amik így első körben engem érdekelnek. Egyébként nem lesz sok, tehát olyan szerintem max 3 könyvet fogok egyébként venni. Most pont azt néztem, hogy egy darab könyvheti megjelenés van, egy, ami már megjelent, és hogyha kapható a Gabónál a három dolgot mondja, azt úgy érzem, hogy a héten kell a lelkemnek, úgyhogy azt is megveszem. És ennyi. Aztán majd meglátom szombaton még, mire vesznek rá a többiek, de egyelőre így ez a cél. Csak nem akarom szombaton magammal cipelni a sok könyvet, úgyhogy inkább megyek több kört. Ja, meg persze meg akarom nézni a hibás példányokat. Úgyhogy ez lesz a mai program. Ja, és aztán meglátjuk, hogy mivel térek vissza. És akkor arról csinálunk egy csütörtöki bukolt. Ja igen, csak annyi, hogy tegnap pont az volt az egyetlen rossz a könyvemutatóban, hogy mikor vége lett, pont akkor leszakadt az ég, de annyira, hogy nem volt hajlandó enyhülni, úgyhogy szétáztam. Úgyhogy remélem, hogy most nem fogok szétázni a könyv hétre, amíg kimegyek meg vissza, mert kettőből már csak egy cipőm van, és a második nem éppen alkalmas annyira erre az időre, de hát mindegy, most ezzel fogok menni. Úgyhogy, de hát akkor a másik holnapig megszárad, vagy szombatig. Na, visszaértem az első körös bevásárlásomból a könyvhétre. Meglepő fordulatok is voltak itt már ma, úgyhogy nézzük az eddigi lootomat. Az egyik természetesen Klein Hans Csilla új könyve, az Alvilági szövedék, ezt egyébként majd szeretném dedikáltatni is szombaton, úgyhogy ez majd jön vissza velem, csak most meg akartam előre venni nagyjából a dolgokat, mondjuk nem írtam fel alapból sok könyvet, tehát így igazából gyakorlatilag megvettem, amiket terveztem megvenni könyvhéten, mert egy könyvre egyébként rájöttem, hogy még csak nem is most jelenik meg, hanem majd csak később fog, tehát hogy azt nem is fogom tudni megvenni. A másik az egy régebbi megjelenés, és ezt most nem láttam a kiadónál, úgyhogy szerintem azt majd egyszer online fogom megvenni, úgyhogy garázdálkodtam egyébként. Szóval ez volt az egyik, ugye Klein Hans Csilla írta az Ólomerdőt is, amit még ugyan nem folytattam, de nagyon rá vagyok hype-olódva így a dologra, úgyhogy, meg anyáik nagyon szerették az Ólomerdő sorozatot, ők már végigolvasták, úgyhogy legalább elő tudják nekem majd olvasni ezt is. Aztán a Nagy folyók haragjának most már megjelent a harmadik része is, úgyhogy ezt is beszereztem, úgyhogy most jön majd az a rész, hogy végig kéne olvasni a trilógiát. Ugye az első rész azt már 2 éve olvastuk, már itt olvastam, és már nem emlékszem sok mindenre, úgyhogy hát nem tudom, hogy újraolvasom az első részt, és úgy folytatom, vagy folytatom a második résszel, amit ugye a tavalyi könyvhéten vettem meg, és majd meglátjuk, mi lesz. Egyébként most a Stannál közölték, hogy amúgy Smarróza is fog megint dedikálni, amit én nem láttam a dedikálós prospektusban, úgyhogy meglepődve tapasztaltam, úgyhogy szombaton lehet még ezt is dedikáltatni fogom tudni. És hát az a helyzet, hogy ugye azért mentem, hogy szépséghibás példányok között szétnézzek, és olyat lootoltam, aminek nagyon boldog vagyok. Mert ez nem más, mint a Verity szörnyei duológia. Amit én már olvastam ezt a duológiát, viszont nagyon-nagyon szerettem, hogy a könyvtárból hoztam ki. De
minek vegyem megért, most én olvastam már, ki tudja, újra fogom-e olvasni, és azért 4000 forintos könyvekről beszélünk. Viszont a Fumaxnál most nem tudom, hogy miért, de ott voltak a szépséghíves polcon, és 1500 volt darabja. Ez a két könyv együtt 3000 forint volt, egyébként meg majdnem 8000 forint lenne a kettő együtt, úgyhogy ez úgy voltam vele, hogy ennyiért a hülyének is kell, és egy csomó volt, tehát hogy még válogatni is tudtam, hogy melyik a legkevésbé sérült, és egyébként szerintem nem is teljesen tudom, hogy mitől voltak sérültek. Lehet azért, mert ilyen kis koszosak alul, ami nem tudom, hogy videón látszódik, de hát egy ilyen nagyon minimális hibáik vannak. Tehát én először azt hittem, hogy, tehát, hogy az a része a polcnak nem is, vagy a kis kiállítós cuccnak nem is vonatkozik a szépséghibás dologra, mert hogy annyira nem tűnt fel, hogy ezek szépséghibásak lennének, de abszolút megérte, hogy nagyon örülök, hogy végre megvan ez a duológia. Szerettem volna a polcomon tudni. Nem gondoltam, hogy össze is fog jönni, főleg nem így ennyi pénzért, de én repesek az örömtől. És mit mondom, rengeteg volt még, tehát, hogy nem tudom, legalább 10 darab egy kigyetlen dal, meg 10 darab, tehát egy be lehet vásárolni most a Verity duológiát. És ezen kívül még vettem egy könyvmegképzős zsákba macskát, mert úgy gondoltam, hogy felismertem a könyvet, ami itt van rajta kis leírás, hogy mi az. És igazából nem lőttem mellé, mert nem bírtam ki, úgyhogy feltéptem a kis sarkát, miután megvettem természetesen. Úgyhogy most kibontom, unboxing time, vagy unwrapping time. Tehát én már tudom, mi van ebben. Szóval én már tudom, mi van ebben, mert kitaláltam az alapján, ami így rá volt írva, vagy hát sejthető volt. Azt nem tudtam, hogy vajon jóra gondolok-e, meg hogy sorozat hanyadik része. Úgyhogy jó, szorosan besomagolták. És akkor ez 1699 volt, szóval igen. Ez az Egy kutya, négy útja. Reménykedtem, hogy az Egy kutya, négy élete lesz, de egyébként ezzel sem vagyok csalódott. Lehet, hogy a másik, mert kettő ilyen kutyás volt. És a másikra meg az ugyanaz volt a szöveg rajtuk, csak a másikra az volt írva, hogy abban a film is készült, de mondom, az Egy kutya, négy életéből, mert két film is volt, tehát volt az elsőből, meg a másodikból. Mindegy, ez elvileg a második rész a sorozatban, nem tudom, hogy olvasható-e külön a kettő. Nem tudom. Mindegy, szóval egyébként, tehát én az Egy kutya, négy életét szeretném elolvasni. És akkor ez meg a második része. És nem megveszem az első részt is hozzá. Sírni, ezen sírni fogok, a filmen is zokogtam, emlékszem. De cuki kutya van rajta, úgyhogy ez tök megérte ilyen szempontból, így nagyjából féláron vettem gyakorlatilag az eredeti árhoz képest így. Úgyhogy ennek is így örülök. És a Metropolis Médiás, amire apa küldött, hogy ott is vegyek zsákba macskát, ők még nem voltak nyitva, úgyhogy őket majd gondolom szombaton. Vagy holnap, ha holnap nyitva lesznek, és tök elégedett vagyok az elköltött összeggel, mert azt hittem, hogy ettől én itt súlyosabb pénzeket ott fogok hagyni, és vettem 5 darab könyvet. Szerintem max 3 könyvet fogok egyébként venni. Ahhoz képest nem fizettem olyan sokat. Úgyhogy ez egy nagyon jó kör volt, úgyhogy így teljesen elkapott a még vegyünk könyveket érzés, de nem, inkább visszaeljöttem, mert nem szabad. Egyetlen bánatom, az Agavénál is vannak ilyen szépséghibás példányok, és van egy sorozat, ami kéne nekem barangoláshoz. De a második része volt szépséghibás példányként, és ugye mivel nem olvastam az elsőt, így minek venném meg a másodikat. De nem volt az elsőből, úgyhogy nagyon szomorú voltam. Mindegy, hát lehet, hogyha holnap kimegyek, még át tudom, mert van több ládájuk kint, csak gondolom egymás után teszik ki, hogy mindig legyen valami, úgyhogy lehet holnap is kinézek, hogy megnézzem, hogy változott-e a lút. Úgyhogy ez egy nagyon jó kör volt. Nagyon boldog vagyok. Tényleg olyan boldogságom van. Olyan szépek. Nagyon tetszik ez a színkombó, amit összehoztam, úgyhogy happiness. Úgyhogy ez volt a csütörtöki nap. Szombaton megyek dedikáltatni legalább egy könyvet, de most már így lehet többet is. Meg még azon gondolkoztam, hogy most lehet, hogy beadom a derekam egy Papdóra könyvre is, mert ugye az is kim van a Cicerónál, és Papdóra is fog dedikálni, úgyhogy még az is lehet, hogy egy Papdóra könyvet is szerzek, mert úgy érzem, megérdemlem ezen a héten. Ezen a héten mindent megérdemlek, mert könyvhét van. Úgyhogy Balázst kiakasztom a mennyiséggel, amit vettem majd, hogyha visszajön. Szóval ez volt a csütörtöki garázdálkodásom eredménye. Vagy hát a mai nyilván, de csütörtök ki lesz, vagy annó csütörtök ki, mire ez a videó kimegy, na.
Ma péntek van, és ma is kimentem a könyvhétre. Szóval ma is kimentem, igazából azért mentem ki főként, mert bandázni akartam, mert többen voltak kint. Ma úgyhogy igazából találkoztam Evelynnel, Avildával, meg Fannival, a Buxnél Fannival, a kicsi Fannival. Úgyhogy kicsit bandáztunk, és igazából ezért mentem ki, csak amíg vártam, hogy összetalálkozunk a többiekkel, addig történt egy baleset, ami az volt, hogy megláttam, vagy nem megláttam, csak eszembe jutott. Szóval most ment ki kedden az új podcast részünk Emmával, és most ilyen strandon olvasható könyvekről beszélgettünk. YouTube-ra még nem töltöttem fel, de Spotify-on meg mindenhol amúgy már elérhető. És mindig emlegeti Emily Henryt, mert Emma nagyon szereti Emily Henryt. És hogy nagyon jó, ugye romantikus könyveket ír, és nagyon jó, és azért Emmának szoktam hinni. És mindig mondja, és most így valamiért beakadt, hogy megláttam a Centrál könyveknél így az Emily Henry szekciót. Fú, basszus. Mi lenne, ha vennék egy Emily Henry könyvet? Szerintem max. 3 könyvet fogok egyébként venni. Vettem egy Emily Henry könyvet. Igazából kicsit nehéz volt a döntés, mert hogy azon filóztam, hogy ugye 3 könyve jelent meg magyarul, és akkor gyorsan végignéztem, hogy Emma melyiket milyenre értékelte, és megírtam Emmának, hogy Emma, mondd meg, melyik Emily Henry könyvet vegyem meg. Aminek az volt a vége, hogy nem tudta, hogy melyiket vegyem meg, mert hogy mindegyik jó, de ezt értékelte a legtöbb csillagra, meg ez az új könyve, úgyhogy úgy volt, hogy jó, akkor vegyem meg, megveszem az új megjelenést, úgyhogy ki fogom próbálni Emily Henryt is. Nem tudom, valahogy megszólított, pedig igazából ma már nem terveztem könyvet venni, de hát ember tervez, könyvhét végez, úgyhogy ez lett. Jó, ezen kívül egy dolgot terveztem venni, ami egy galaktikás vagy Metropolis médiás zsákbamacska könyv volt, viszont ezt nem magamnak, ezt apa mondta, hogy vegyek, hogyha van zsákbamacska, úgyhogy ezt apának vettem, vannak rajta ilyen kis nyomdák, viszont ezt most nem fogom kibontani, mert ugye apának vettem, és azt mondta, hogy ő szeretné kibontani, úgyhogy reméljük nem olyat vettem, ami már megvan. Bár elvileg science fiction, és már science fiction könyvek voltak kirakva, és ilyen vékonyka, egy darab vékonyka science fiction könyvünk van, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem azt az egyet sikerült kivennem a dobozból. Szóval ilyen 1000 forintos zsákbamacska volt. Ja, úgyhogy igazából ennyi volt, lejártam a lábam, mert gumicsizmába mentem, mert szakadt napközben az eső, meg folyamatosan csöpögött, remélem, hogy holnap jó idő lesz. De van esőűző gumicsizmám, ha mégse lenne. Csak ahhoz nehezebb felöltözni, mert reménykedtem, hogy jó idő lesz, és tudok menni ruhában. Na mindegy, úgyhogy ma is elfáradtam, tegnap is elfáradtam, holnap meg még jobban el fogok fáradni, mert ugye holnap a szombati nap lesz, és nagyon sokan kín leszünk, és sokat fogok mászkálni, tudom előre. Nem feltétlen fogok könyvet venni, de lehet, hogy fogok, viszont nagyon sokat fogunk nyilván mászkálni, úgyhogy arra készítem lelkiekben magamat, de nagyon-nagyon jó lesz, mert könyvhét is úristen, és nagyon jó. Úgyhogy igen, úgyhogy még egy könyvem lett. Úgyhogy ez is egy jó nap volt, meg tök jó volt, hogy így akkor kicsit már tudtunk előre is bandázni. Holnap meg folyt köv.
10 óra elmúlt, most értem vissza a könyvhétről, úgyhogy hullafáradt vagyok, úgyhogy ezt a vlogot majd holnap befejezem a maradék infókkal, mert most már nincs hozzá lelki erőm, és holnap már nem fogok kimenni a könyvhétre, úgyhogy a mai nap beszámolóját holnap veszem föl. Mondjuk ez videó szempontjából tök mindegy, mert úgy tudjátok a pontos dátumot, de mindegy. Úgyhogy megyek aludni, aztán majd összegzem, hogy mi mindent vásároltam, mert igen, ma is vettem egy könyvet. Ups. Szerintem max 3 könyvet fogok egyébként venni. Összeszedtem magam így reggel, meg kicsit letrekedt vagyok, mert későn kerültem ágyba, és azért lefárasztott ez az utóbbi 3 nap. Ma már nem fogok kimenni a könyvhétre, mert ugye még ma is nyitva vannak a standok, de már hát igazából mondjuk ez, hogy nem azt mondom, hogy nem tudnék költeni, de már nem akarok költeni. És nagyon sok könyvet vettem. Ahhoz képest, amennyivel indult a kismolyos polcom, ami így volt 3 könyv, plusz ilyen 2 talános, és sokkal több könyvet szereztem be. De se baj, hát erre van a könyv hét. Csak ugye tegnap nagyon későn, nagyon sokáig kim voltunk, és nagyon későn értem vissza, és így este 10-kor már nem volt kedvem értelmes videó részeket felvenni a vlogba. Nem tudom egyébként, hogy a tegnapi ilyen vlogolós bejelentkezéseim, vagy ami ilyen vágóképeim, hogy sikerültek, mert őszintén szóval tegnap tök keveset csináltam szerintem ahhoz képest, hogy mennyit kim voltunk. Jó, hogy nyilván inkább a többiekkel lógtam, és nem a kamerázásra figyeltem. Nézzük, mert tegnap is vettem könyvet. Az a helyzet, hogy ezt igazából úgy éreztem, hogy ezt meg kell vennem. Csak az volt a nagyon nagy, az volt így a nagy dilemma, hogy Papdórától melyik könyvsorozatból vegyem meg az első részt, mert ugye neki 3 sorozata is van, és mindenképp szerettem volna egy Papdóra könyvet venni most már. Úgyhogy hát így körbe is kérdezgettem meg minden is, és végül úgy éreztem, hogy a Tükörlelkek szólított meg leginkább a 3-ból. Úgyhogy annak az első részét vettem meg, és nagyon jól jött ki, mert Papdóra pont dedikált is szombaton, úgyhogy alá is irattam bele. Mondjuk kicsit ilyen szűkösen jöttek ki a dedikálások, mert Papdóra 2-től dedikált, Kleinhans Csilla fél 3-tól, Smarróza pedig 3-tól, de mindegyikre odaértem, és mindegyiket alá tudtam iratni, úgyhogy igazából ez itt tök jól is jött ki, mert egymás után ledaráltam a 3 dedikálást, és akkor utána már azokkal nem kellett foglalkozni, utána már csak bandázás volt. Úgyhogy most már van a Tükörlelkek, meg van egy rakat könyvjelzőm is hozzájuk. Úgyhogy ez volt igazából a tegnapi beszerzésem még, illetve ugye esztivel a könyvfesztiválon is lett egy egyen könyvjelzőnk, úgyhogy most is lett Heartstopper-ös, és nyilván a lilát vettük meg. Hát ezt így vette meg nekem, tőle kaptam ajándékba, és nagyon cuki. És ugye ez Attilának a Regények kalandorától a dizájnja. Igazából ez a Heartstopper borító gyakorlatilag a 4. részé, úgyhogy most már van ilyenünk is. Mert ugye könyvfesztiválon Harry Potteres kávés lett, és az is nagyon cuki. Attilának nagyon cuki könyvjelzői vannak egyébként. Ugye, mint mondtam, voltam Kleinhans Csilla dedikáláson, ezt ugye már csütörtökön megvettem. Itt van a kis dedikálásom. Vagy hát Kleinhans Csilla dedikálása a könyvemben, na. Illetve a Smarrózától az aláírás. Úgyhogy ezt így megszereztem. Illetőleg még egy beszerzésem, de ez egy recenziós kötet, ez pedig a Cicero Könyv Stúdiótól kaptam, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm még egyszer, mert ez egy szuper cuki kötetnek tűnik. És ez Elena és Maria Subducántól, úristen, megöltem ezt a névkiejtést szerintem, román szerzőkről beszélünk, ez a Norvakációja. Azt tudom erről a kötetről, hogy ennek az egyik szerzője, annak van egy Vizitündér Dala című képregénye is, amit én a Pontos Veszőknél láttam, és az is nagyon cukinak tűnik, viszont mivel román szerző, ezért hiába magyar nyelvű, itthon nem kapható. Úgyhogy nagyon megörültem, mert hogy most kihozta a Cicero ezt a képregényt, ami ugye szintén közösen írt ezzel a másik szerzővel, úgyhogy igen, ebből egy román barangolás lesz végre, amit nagyon-nagyon-nagyon várok, mert ami nekem volt román könyvem, vagy román szerzős könyvem felrakva a barangolós polcomra, az ilyen, nem tudom, olyan, annyira nem a zsánerem, vagy nagyon-nagyon nem én vagyok.
Ez viszont nagyon én vagyok, úgyhogy nagyon várom. Felhőpásztor az a kisfiú benne, azt tudom, és nagyon cukinak tűnik, és van benne sárkány is. Úgyhogy ez nagyon fog nekem feküdni ez a képregény, és nagyon-nagyon kis cukinak tűnik, nagyon kis szép is. Tegnap már ott a könyvhéten olvasgattak, ezt is elkezdte, Zsófi talán ki is olvasta, és mindenki azt mondja, nagyon cukinak tűnik, úgyhogy nagyon várom. Ez a friss festékszag. Nagyon durva bukéja van. Úgyhogy igen, úgyhogy ez volt még a plusz egy beszerzésem, így úgymond a tegnapi nap folyamán, de ugye ez egy recenziós példány. Úgyhogy ez volt a könyvhét. Nagyon-nagyon jó volt, úristen, tegnap nagyon-nagyon jól éreztem magam, egy ilyen fantasztikusan jó nap volt. Megint nagyon sokan kim voltunk a booktuberek közül, megint bekempingeltünk egy fa alá, ami tök jó volt, mert amikor egyszer elkezdett esni jobban az eső, akkor így a fa nagyjából felfogta, úgyhogy tök jól megúsztuk az időjárás szempontjából is, mert ugye egész héten ilyen nagyon esős, nagyon rossz idő volt, és tegnap tök jó volt. Egyszer-kétszer csöpögött az eső, egyszer esett picit jobban, de akkor se esett annyira, hogy így szétázzon minden, úgyhogy így tök jól kijött, úgyhogy nagyon örülünk annak is. Mert hát ez nyilván nem lett volna túl szerencsés, a végig szakad az eső, a dedikálásoknál is olyan sorok voltak, durva sorok voltak ott, főleg úgy hallottam, hogy a Leiner Laura dedikálás az valami eszméletlen sokáig tartotta, az valami kegyetlen, úristen, el sem tudom képzelni, végigállni, meg végigdedikálni is borzasztónak hangzik, tehát egy respekt mindenkinek, aki azt ott végigcsinálta, mert én nem csináltam volna végig szerintem, tehát főleg, hogy ugye egy csomószor mondjuk, amikor kisütött a nap, akkor nagyon durván tűzött, és én is vittem sapit, de hogy így éreztem, hogy ahol nem volt rajtam takarás, égett a bőröm körülbelül. De nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magam, sokat beszélgettünk a többiekkel, bandáztunk, csináltunk egy csomó képet, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy eddig 3 könyvhéten voltam, eddig abszolút szerintem ez volt a kedvencem. Valószínűleg azért is, mert nem most kellett egyszer 8 könyvet megvennem, meg cipelnem, hanem így ugye kimentem csütörtökön, kimentem pénteken, körbe tudtam sokkal jobban így nézni, amikor még nem voltak olyan nagy tömegek. Tegnap egyébként rengeteg ember is volt, tehát hogy voltak részek, ahol mondjuk a pavilonok, meg ott a Vörösmarty téren ott ugye vannak ezek a szegélyek, amin utána a füves rész van, azok között néha nem lehetett egyszerűen mozdulni se. Úgyhogy így ilyen szempontból tök jó volt, hogy nem, én már megvettem mindent. Így ugye, hogy fenn vagyok Pesten előre, és akkor így már nem kellett éhezők fiadalát folytatnom könyvekért gyakorlatilag a pavilonoknál, vagy standoknál, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy idén is kijutottam, és nagyon jó volt, úristen. Eddig ez volt az egyik legjobb élményem így az évben, úgyhogy ja, csak most az a poénkodtam egyébként, hogy most a könyv majd social battery az most lement nullára, úgyhogy most egy hétig minden könyv majd elbarikádozza magát az olvasó sarkában, és nem megy emberek közé. Bár mondjuk könyvmajokkal találkozni azért ez egy másfajta social interakció, úgy érzem. Mindegy, nagyon jó volt. Kerültek fel a könyvek egyébként még pluszban a várólistámra, mert hát ugye mi más csinálnánk könyvhéten, ha nem próbáljuk meg egymást rávenni, hogy vegyünk könyveket. Ja, úgyhogy szuper volt, nagyon jó volt, és nagyon örülök, hogy idén is ki tudtam jutni, nyilván. Ezt már szerintem elmondtam. Na, de nagyon-nagyon jó volt, majd még a videó végére csinálok egy vágóképet nektek, hogy akkor mi is volt a teljes termés, hogy én is lássam egyben a kupacot, mert egyben még nem láttam a kupacot, úgyhogy vicces lesz. Na szóval, itt van a lepkebáb, ez ugye a Fiala Borcsás könyvemutatón kaptam. Ez volt így gyakorlatilag az első beszerzésem a héten. Aztán itt van, ez még mindig a zsákba macskája, ebben még mindig nem tudom mi van. Azt mondta, ő akarja kibontani. Ez nyilván nem az én beszerzésem, de attól még megvettem, úgyhogy itt van. Nagy folyók haragja 3, dedikálva. Könyvek szerelmesei Emily Henrytől. Aztán Verity szörnyi ideológia ilyen nagyon olcsón voltak, úgyhogy ezt nem tudtam ott hagyni, ezeket én már ugye olvastam.
Egy kutya négy útja, ez zsákba macska volt a könyvmaj képzőnél, és egyébként ennek az első része nekem várólistán van, úgyhogy most már csak meg kéne majd szerezni az első részt, mert ez egy második rész. Bár elvileg olvasható nélküle, úgyhogy majd meglátom. Papdóra tükörlelkek első rész, szintén dedikálva. Ezt nem is mutattam, de még egyszer mutatom. Igen, és ebben még nem nyomtam bele a pecsétem. Kleinhans Csilla alvilági szövedék, szintén dedikálva. És ugye az utolsó, ami szintén egy recenzió, Norva Kelciója. És akkor ilyen nagyon szépek együtt. Szerintem max. 3 könyvet fogok egyébként venni. De mindegy, így az első fél évben alig vettem könyvet, most bepótoltam. Meg a második, majd könyvfesztem folyt köv. Úgyhogy ez lett volna a 2023-as könyvheti vlog, bookhaul mindenes videóm. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!